az ember sövényt szeretne a kertjében, akkor elkerülhetetlen, hogy egy növényből több példányt szerezzen be, hiszen egy három tőből álló sövény nem volna túl impozáns látvány. Ezeket viszont célszerű pont ezért minél olcsóbban beszerezni. Ilyenkor jönnek szóba a szabad gyökerű fajták, amiket azonban szeptembertől a fagyokig lehet csak ültetni, mivel a gyökerük sokkal kisebb, mint konténeres társaiké, így sokkal rosszabbul is viselik a szárazságot és a meleget. De a többi okosságot mondja inkább Tibi. Kis szegélyünktől körülbelül egy olyan 20-25 centit ki fogunk hagyni. Az azért szükséges, hogy amikor nő ez a sövény, akkor ne nőjön bele az útba. Uh-huh. Na már most, két növény között 20 cm lesz a távolság, és hogy egy kicsit dúsabb legyen az egész sövényed, ezért farkasfogba fogjuk ültetni. Ez mit jelent, hogy farkasfog? Az úgy néz ki, hogy mondjuk ide kerül egy darab növény, és egy ilyen hármas kötésbe jön a következő megint ide, megint ide, tehát valami egy ilyen cikk-cakkot képzelj el, ami természetesen követi ezt a vonalat. De nem fog harapni. Szedki, és az jó is lesz. Na, a szabad gyökerű növényeknél oda kell figyelni egy-két apróságra. Például érdemes a vastagabb gyökereket egy nagyon picit visszacsípni. Nem kell sokat, ez igazából azért kell, hogy friss legyen a meclap. A vékonyakat, azokat békén kell hagyni, ahol semmi probléma nincs. Oda kell figyelni még a mélységre. Akkor szerencsés, hogyha a föld szintje az nagyjából a gyökérnyaki résznél lesz. Tehát, hogy ezt a növényt körülbelül irányítsuk el, ahol az ujjam van. Uh-huh. És még egy apróságra kell odafigyelni, mégpedig arra, hogy amikor mellé tömörítjük a földet, akkor mondjuk akár a gumikalapás nyelével, erre azért van szükség, mivel hogy szabadon vannak ezek a gyökerek, minél jobban a gyökerek mellé tudjuk tömöríteni majd a földet, ne maradjon ott túl sok levegő. Ez nagyon király lett. Örülök, tetszik. Köszönöm, tényleg. Egy dolgot viszont még mindig nem értek, hogy miért csináltok azt, hogy mind a két oldalon van, de nem végig? Igen, ezt azért csináltuk, hogy egy kicsit játékosabb legyen, izgalmasabb legyen, és legyen egy ilyen labirintus hangulata ennek az egésznek. Aj, te huncuna, gyere, ünnepeljük meg, akkor ilyen szépet csináltunk. Nem, várj egy kicsit, még nem vagyunk kész. Még van egy nagyon fontos dolog az öntözésen kívül. Mégpedig a meccés. Mit akarsz te mecceni? Ezeket a növényeket. Hülye vagy? Te hozzá nem ért a gyönyörű szép növényeimet. Még hozzá tudod, hogy kell megmeccenünk? Ezeket a növényeket legalább az egyharmadára vissza kell vágnunk. De mi az Isten nyiláért kéne levágni ezeket a szép egészséges növényeket? Azért kell visszavágni, mert ugye szabad gyökérrel ültettük, ilyenkor ezek a levelek nagyon sok nedvességet párologtatnak el, és hogyha nincs visszavágva, ez nagyon megterheli a növényt, és sajnos belepusztulhat. Ez az egyik, a másik felé pedig az, hogyha visszavágjuk, akkor lényegesen jobban bokrosodnak. Igen. Megmutattam neked egészen itt alul az összes ágát szépen vissza lehet vágni. De bizony. Nem veszek részt. Mennyi idő alatt nő meg újra? Hát figyelj ide, hogyha tényleg becsülettel fogod öntözni, és néha megtrágyázod, akkor képes arra, hogy egy 40-50 centit nőjön évente. Hmm. És milyen magasra érdemes hagyni majd nőni ezt? Én azt mondom neked, hogy itt én szerintem ez az 1 méter, 1 méter 20 centi tökéletesen elegendő lesz, és még egy apró tükköt elmesélek, hogy amikor már egy kicsit vastagabb lesz ez a söményed, és szépen összeér, akkor mindig egy nagyon picit ilyen piramis formára vágd. Mégpedig úgy, hogy az alja legyen szélesebb, és a teteje felé keskenyedjen. Ez azért nagyon fontos, hogy az oldalról jövő fényt is hasznosítani tudja a növény. És így ez az alsó rész soha nem fog felkopaszodni. Uh-huh. Jó? Tehát ne egy ilyen teljesen egyenes falat vágjál oldalt, hanem egy kicsit ilyen piramis formát. Na, ezt megjegyzem. Na, gyere, vágd a többit! És hogy mennyire érdemes volt kicsit keményebb kézzel bánni a növényekkel, annak itt az ékes bizonyítéka. Azonban a szép sövény záloga az, hogy a későbbiek folyamán is folyamatos legyen a nyírás.
Spectrum Home megbízásából készítette a Nanomédia.